Pozrite, komu? Já nejvím. Nem akarok impostor lenni. Meghaltam. Én már akarnék impostor lenni, de nem leszek. Jajjaj. Szikárió megint meg fog ölni. Látom, mi lesz. Bolyoló elmegy arra. Bolyoló és Miki volt erre. Jó van. Nem tudom csinálni komsz. Ez meg. Szapatnak. Jó. Reaktor meltdown, jaj! És a szemplem meg megdöglik. Jaj! Jól van. Bajoló volt itt. Bazd meg, hát nem tudják az ember dolgozni. Mi történt? Hát én egy kicsit félek, ami azt illeti. Hát, én tőled félek. Szikárió többször követett. Én követtem, bementem egy szobába taszkot csinálni, te meg kintről nézted, hogy csinálok. És adminban szeretni nézni. Ott elismerem, hogy egymást tartottuk rettegésbe. Azokba, de utána a reaktor szólt, az ellentétes irányba ment. Igen, és utána fölment, és mintha a sarokba sunnyogva várt volna. Akkor jött meg Konti, akitől szintén nagyon megijedtem, hogy ők együtt ketten akarnak engem. Ne, Konti az biztos, hogy a reaktort én Mikivel megcsináltam. Mikivel a faszom, én csináltam meg. Jó, akkor a Kodi azt tudja, hogy kamozik. Mi? Konkrétan én állítottam le fent, egy izét kellett, rá kellett tenni a kezemet. Ba igen, de kettő van, egy fenti, meg egy renti része. Akkor az kell mind két ember. Jó, nem tudom, én a lentit csináltam, akkor nem tudom, akkor vagy Kodi volt, vagy Miki. Kodinak van igaza egyébként, én a hosszú taszkomat csináltam a reaktorba, de ugyanott voltam, igen. Jó, akkor valamit, igen, tehát hogy én annyit Kodi... tudok, hogy bementem egy szobába, és engem nézett bank, és az ugye rémisztő volt. Mondjuk ez elég rémisztő, hogy tudnám jobbra-balra, mint hogy nem tudnád, hogy akkor most megöljít, vagy megvárt, hogy beljebb menjek egy kicsit. De én elmentem taszkot csinálni. Nem tudom, mi az ijesztőbb, hogy a szikárió néz hosszasan, vagy dank. Vagy mindketten. Én azt mondom, hogy én skippelek, mert nem tudom semmit. És valaki látom a az elmúlt 10 másodpercben, akkor ő én az én az nem láttam, ez csak be akarod védeni a segged, Dank. Persze, ennek nincs is értelme. Ja. Én elmondom ki, hogy szerintem Corin Banderas és Sikario gyanús. És Sikario szavaz. Corin Banderas, Sikario. Tényleg várjunk, Banderas, mint nem mondtam. Bajoló, te engem ne rángassál ebbe bele. Nem vádaskodok, érted? Hát megmondtam. Tarko már sunyiba benyomott egy voltot Banderasra azért. Szép volt, Dark. Persze. Én benyomtam. Hát Sikario volt a leggyanúsabb mindenki közül nekem. Ja, itt van az én kis. Microphone muted. És jönnek, azt itt megölnek. Mennyi nem Dank, mennyi nem za... Jézusom, jó, itt van Dank és Sikario is, jól van, én most nyugodt vagyok. Nem akarok Darkon menni egy helyre kerülni. Hova kell mennem egyáltalán? De itt vannak az utcáink.
Na, ez mi volt? Na, szóval Miki nem, nem impostor. Mikit megtaláltam az Engines-nél. Engines-nél vagy teteje? Az a hát. Én nem tudom, valahol közép. Azt hiszem, ott a teteje. A bal szélején ott voltam bal szerintem, szél. Hogy mit tudom, még 20 szekkel azelőtt valaki jött mentél? Ki. Még velem együtt. Én mentem fölfele. Én mindent láttam. Ki volt a storage-be? Én azt tudom, hogy Kodiékkal voltam. Jó, de ki volt a storage-be? Mit tudom én? Storage? Az hol? Az a középső. Igen, az a benzines én mentem a végén utána üzemanyagért. Conti biztos azért nem, mert ő még csinálta a taskot, amikor már nem volt villany. Én az admin szobában. Az admin szobában, néztem, hogy melyik teremben hány ember van. Az a baj, de amikor elment az áram, akkor te ott álltál. Megcsináltam a taskot, és utána néztem, hogy melyik teremben. Te biztos nem voltál, mert a taskot csináltam, még elment az áram, és észre sem vetted. Jó, de az áramosnál, amikor jöttünk kifele az áramosból, kiment még balra velem. De nem voltam ott. Banderas látta valaki, amit én jobbra mentem. Hát ki volt a storage-be? Senki nem tud erre válaszolni, én nem ott voltam. Akkor te hol voltál, Kodi? Hát figyelj, egy valaki lehetett. Ahol a light-ot megjavították, nekem oda kellett visszamennem, ott van két taskom. Igen, akkor Banderas, mert Kodiak simán meg tudott volna ölni a Power Outage alatt. Banderas kóloltam. De én kóloltam a hullát. Hát én Szikáriós kóloltam már az Engine-es játék. Volt Miki, volt még valaki, mert így nem vágom, meg én voltam. A másik ember ment lefele, én meg elindultam fölfele, mert ki volt a benzines kannánál? Én voltam benzines kannánál. Nagyon fontos, mert ő biztos, hogy nem volt. Én voltam benzines kannánál. De várjál, várjál, de két ember volt ott. Várjál, Amikor miután visszajött az áram, én jobbra mentem a storage-be, aztán feladmintba, akkor senki nem volt ott. De ki volt még a storage-be tankon kívül? Csak Banderas és Kodiak ment még a hulla fele rajtam kívül. Kodiakkal jöttünk lefele a Power Outage alatt, de ott meg tudott volna simán ölni. Főleg azért, mert ugye nagyobb a látószög az ilyen. És rajta kívül csak Banderas ment. De Storage-nak melyik oldalán volt? Én azt mondom, Banderas volt. Storage-nak melyik oldalán volt? Én Banderas kibordalom is kész. De... Úristen... Mi a fasz? Bekololom a... Most akkor mi van? Megkodtam, hogy nem. Több mint a fele kell, nem? Igen. Jézusom. Hó, az adminba kell mennem meg, hova? Ébesz meg. Jé, bajoló, Dark Command, Jézusom, bajoló. Ne, menjenek innen. Nem bántottak. Na, nagyon futott utána, segítség! Ki volt most a storage-ba? Te ugye már rég megtudtál. Állj meg, ki volt most a storage-ba? Én nem tudom, hogy... Corin, és még volt ott két ember. Én átmentem rajta a lightsport. Én elmentem, volt még egy utolsó taskom a jobb szélen, azt megcsináltam, és utána elindultam a többiek fele, meg két ember ment el mellettem, ugye jobbra. Nem ingyenes játék, 5 euró. Visszafordultam az elektrikből, mert ott van egy taskom fönt, amit most éppen csináltam, mikor jött a... Jó, én azt hittem, hogy Banderas engem üldöz, úgyhogy elszaladtam Sziki fele. És elkezdte engem üldözni. Aha. Én azt mondom, hogy Kontival kb. Egyszerre végeztünk az elektrikába, és ő is jött kifele velem együtt. Mi balfelő vagyunk, hogy jól lesz. Omen miért ezt össze? Azért, mert észrevettem olyat, hogy teleportálnak az emberek. Ez már pedig csak úgy történhet meg, hogyha bemegy a csatornába és máshol kijön. És ki teleportált? Hát ez az, ezért vagyok kíváncsi, hogy ki volt a storage-ba. Mert fixod az egyik fityma-fék a storage-ba volt. Akkor én azt mondtam, hogy ő a storage-ba. Én a storage-ba vagyok, igen. Azt mondta, Kodiak csendben van. Kodiak csendben van. Én mondtam, hogy én voltam. Én nem ott voltam. Amikor én mentem jobbra, a igen, Kodiak az velem volt jobbra, az akkor Banderas mentem mellettem arra a storage-on belül. Kodiak velem volt az Én Dark Command-nel vagyok. Ha
hallgassatok meg egy kicsit, légy szíves. Tehát én elmentem a storage-ba, láttam, hogy Corin jön utánam, és visszafordultam az Electric-be, hogy megnézzem, hogy vajon követni fog-e. De nem követett, és most az Electric-ben vagyok. Amúgy nem azért, de Bander az előbb azt mondta, dolga van, ott azért fordult vissza, nem pedig azért, mert félt. Igen. Aha. Nagyon gyanús. Meg, és nagyon azért gyanús. Mentem be az Electric-be, mert taszkom van ott. Igen. Igen. Azt csinálom. Most már így később, miután én rád javítottam. Jól van, értem. Én Corinra szavazzak, mert ő volt, ő bevallotta, hogy ott van a storage-ban. Hát én ott vagyok, de... Bander azt már többször is magyarosítva, a hazugsága is se férnek össze. Jó. Futottam vissza a kis lábaimmal, a kis midget lábaimmal. Kis midget. Nem tudom, engem bajoló üldözött, és az nagyon ijesztő. Nem kívánom senkinek. Nem üldöztelek, bazzunk, menekült. Ez egyértelmű szavazás. Én futok elől a kultjára, menekülsz. Ijj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 j
Microphone activated. Na nézzük. Ki csinálta meg a másik taszkot? Mármint a oxigénnél? Én csináltam. Dark Common. Én Corina szavazok. Igen? Miért? Én Donkkal mentem végig. Egyszer el is tévedtem és meg tudott volna. Lehet, hogy ők voltak ketten. Hát jó, akkor bolyoló. Ajajajajaj, álljunk meg, ne, álljunk meg. Konti, mi létszeres egy gyorsan válaszolt fel, hogy miért? Jó. Hát nyilván én is csináltam meg. Ki? És akkor teljesen... Hadd mondja végig! Ha a Conti csinálta meg az egyiket, a másikat én, az előző balhénál a Kodi velem volt az adminba, akkor három embert ki tudunk zárni a hatból. Dank meg előtte a storage-be volt, amikor állítólag az engine-be öltek meg valakit. De Conti meg nagyon terel, és de mindenki más mond. Nektek, hogy Conti és Kodiak volt csak a túloldalon? Nem lehet, hogy ők ketten vártak egy embert, hogy megöljék? Hát én, még vártam, és a taszkal megnéztem, hogy ki jön egyáltalán oda. Jaja, várt csak... vele. Mert nagyon későn lett kész a taszkal, ami 6 szek volt hátra. Vártam, és azt vártam, hogy kiér oda. Mert az az első, hogyha nem ügyeted, látod, hogy telik az idő, megnézed, hogy kiér oda. Ki jött még? Kodi jött, Dank jött, meg Darko megjött. De Dark úgy jött különben, az adva ad, tegyem hozzá, hogy ő... Dark úgy jött, hogy ő megcsinálta a másikat, és Corin meg Bolyoló még Várj! Én nem láttam semmit, én azt láttam, hogy már valaki csinálja azért, csinálja a... mi a bánatot, az admint, és elindultam fölfele körbe, de addigra meg már ezért volt call. Nem, de én végig veletek voltam. Corin először elindult az a baj, hogy most... lefele velem, eltévedtünk, fölmentünk, benéztünk az ajtón, láttuk, hogy Darko ment csinált, és utána indultunk Kontiékhoz. Igen. Akkor mit mondasz, Cody? Mit mondasz? Mert valaki biztos, hogy az. Nem, semmi nem tudok, én nem tudok, mert semmink nincsen, csak az a baj, hogyha most megölünk valakit, akkor 3-2-be vagyok, hogyha elbasszuk. Jó, meg tudott volna, de nem ölt meg, na. Mert CD-n volt neki a kill, megölt valaki már. Kontit lett volna CD-n. Corinra szavaztam. Én megszavazom, én Conti vagyok. Én skippelek. Én tudom, hogy Conti, Kodiak, Darko, mert biztos, hogy nem ez. Megszavazom, akkor Kontit. Hát ki. Ha nem jó, akkor bazdnek én vagyok a legszarabb player. Ez az Conti, nem tudom, hogy a legszarabb. Nem ölt meg. Hát valami. CD. Tartsunk össze, srácok! Bolyoló gyanús nekem. Különben Darko még simán lehet erre fix lights. Nem merek bemenni oda egyedül. Hova kell különben, de alapból itt van dolgom. Jaj, ne öljetek meg, légy szíves. Amúgy mindjárt megvagyunk a taszkokkal, hogyha nem nyír ki. Ez a rohadék, ott van, ide jött egy, egy fehér ember. A fehér ember ugye. És a fehér nyomta meg a izét? Én
történt? Ezt most mi a fasznak hívtad? Mikrofon rettegésben értem. Azért, mert megijedtem. Na te hívtad? Nem igen, én? Nem, mi, miért kéne neked megijedni? Most dobtunk ki valakit a hajóból. Azért... Azt tudjuk, hogy Bojoló vagy Dank a gyilkos. De... Mert? Mert? Ez hát mert tudom, hogy Kondiak, Darkomannek Kondi nem az. Nem, nem fura, hogy Darkomann nem volt ott egyedül a világításnál. Jaja. Hát az a jó jártok, ha engem kidobtok, az jó jártok, akkor maradjatok. Jó, mindenki ezt mondja. Én beszartam, én azért nyomtam rá erre a fosra. Hát én egyszer láttam Bojolót az Engine Bay-nél, ott akár meg is ölhetett volna. Aztán együtt ott, oda mentünk, és ott volt Kodiak és Conti. És egyedül Darkomann nem volt, hogy megjavíts nekünk a cuccost. Nekem én összeraktam. Ilyen 75% hogy Bojoló, és 25% hogy Kodi. jó vagy már, bazd meg a matek János, bazd meg. Az a baj, hogyha most kit megöljük az elmondom, egyiket... Dank biztos, Dank 99% hogy nem, de... Dankba én is biztos vagyok, hogy nem, mert már megölhetett hát akkor kicsoda? Akkor Bojoló. Vagy hát Omen, én már az emberek felét megölhettem. Én akkor Bojolóra rászavom. Vagy Kodi? Nem. Omen vagy Kodi? Omen miért? A Conti azt azért, mondja, mert ő jött oda utoljára. Omen csinálta meg az O2-t az előző körben úgy, hogy átfutott az egyiktől a másikig. De akkor most miért nem volt a világításnál? Miért kéne ott lennie? Neki megcsinálja más. Nem te csináltad meg? Megcsináltam, de Omen odajött, mintha meg akart csinálni ő is a másikat is. De már most szavazok. Már most szavazok. Én szavaztam Bojolóra. Most adtam ki Corinne, basz meg, izébe, 200 IQ player-jel, és ráadásul rájöttem, hogy nem te vagy, mert Corinne elszólta magát, és azt mondta, hogy CD-n volt neki a kill, azért nem ölt meg. Szóval valószínűleg te se vagy az. Én Omenre szavazok. Jó van, én meg Bojolóra. Hogyha nem ő, akkor Kodi. De mondjuk akkor festünk? Szerintem... Kodira meg se szólalt. Nem festünk, csak akkor utána egyet kell megölnie. Nem, de Kodi csak akkor beszél, amikor impostor, nem? Én nem tudom. Nem, akkor beszélek, hogyha van értelmes dolog, amit mondhatok. Most megnézzük, hogy Bojoló meghal-e, aztán kiderül. Hát mindenféleképp meghal. Úgy értem, hogy impostor volt. Ez a szép volt, sáca. Conti 200 IQ-val lehozta ezt. Wander, ezt ki kell baszni, mert megtalált egy konkrétan egyszer mondtam, azt nagyon épp könnyen meg tudtam volna ölni, de mondom, ő már gyanús, ott hagyom. És bejött. nagyon szépen játszottuk ezt meg amúgy. Amúgy akit Wander azt reportolt, az kiöltem meg, és hogyan? Igen, akartam, csak ja, az akar, egyszer tudtam volna Szikit, amikor ott volt hátul, tehát a direkt visszanítás. Végig kergeted, baszd. A másik, tehát amikor az előző nem ez, hanem az ezelőtti emergency meeting össze lett hívva, senkinek föl se tűnt baznak, hogy Szikárió meghalt. Igen. Hát őt én levágtam az adminba konkrétan. Igen. És akkor emergency meeting lett összehívva, és ott utána ki is volt X-elve, nem, és senkinek nem tűnt fel, hogy Sziki meghalt. Egyébként Bojoló, ez nagyon gyenge volt. Hát bazdeg, kidobtuk Corint, azt összehívod a meetinget. Én egyből rád mondtam. De miért nem öltél meg Enchinnél akkor? Szerintem ez nem volt rossz play, szerintem nekem tetszett, amit engem meggyőzött Bojoló. Igen? De miért? Hát mi a faszom, és szavaztál rá? Azért, mert úgy voltam vele, mindenképp rosszul... Nem. Én mindenképp rosszul jártam azzal, hogyha rád szavazok és nem te vagy, mert akkor utána én voltam a másik leggyanúsabb, ráadásul pont rád is szavaztam. Csak úgy voltam bele, hogy Conti ezt valószínűleg összerakta a fejében, úgyhogy én bíztam benne. Fixen tudom az elejétől fogva, hogy Kodi akkor nem. Na most mondjuk ki, hogy Conti a hóhér, na. Akkor igen, Conti a hóhér különben, és abban lehet bízni, hogy kinyír embereket. De Conti nálam most miért mesztelen? Nálam is. Ja, ezt elkezdi, jó, nem volt az, de végig üldözött, bazd meg. Majdnem megcsináltam az összes taskomat az előzőben. De arra nem is figyelnek, konkrétan el is szó... Bazd meg. Reaktor meltdown. Darkomann nem volt itt, Sziki nagyon későn érkezett. Full impostor, mint. Darkomann ott sunyul. Én ninja fejjel, nagyon, nagyon gyanús. Nem akarok vele egy szobába lenni, vagy igen? De so, itt jó sokan vagyunk, ez jó. Ez biztonságosnak tűnik.
Imádom ezeket a taskokat, annyira jó vagyok bennük. Pazd meg! Most hol van a villogó? Ez nem az, itt fal van. Biztos, hogy kellett volna jönnöm. Na re, összehívtam a gyűlést. Tudom, hogy szerintetek ez hülyeség, de nagyon sokáig már csönd volt, és kíváncsi voltam, hogy meghalt-e már valaki. Hát meghaltunk. Tud-e valaki valamit? Nem találtuk meg a hulláját. Nem találtuk meg a hulláját. Nem tudom, szerintem... Szóval nekem az első szám, hogy nem esetettem kódiák. Jó, amúgy okay. azért is lehetne, mert nem tudom ezt, hogy így nem találjuk meg a hullát, csak be van hívva, és sose derül ki, hogy hol volt a hulla, ez egy elég szar szerintem. Nem mondom, hogy most még megkereshetjük. Tehát most gyakorlatilag ezzel el lett túlsolva egy hullát. Igen. És általában is mondta Kodi, hogy azért hívta össze, mert... Igen, mert régóta... Figyeljetek, elmondom mi a logika... Elmondom mi a logika mögötte. Múltkor... Így van, múltkor Sicario és Dark Omen végigment így a csapaton, és nem, észre se vettük, hogy meghalt mindenki. Én nem. De nem, meg se találta hullát. Nem. Gyorsan elmondom, én felmentem a medbay-be, ott elindítottam azt a sample szart, utána akkor volt az, hogy lekapcsolták azt a villanyt, akkor elindultam oda-vissza. Ja nem, sőt, volt végig a reaktor meltdown, az ebben az izében volt? Akkor azt megcsináltam, utána jöttem volna vissza, akkor volt még valami más szarság, ezekre emlékszem kb. És utána már kezdett gyanús... El akarta indítani a lights szabotást, csak félre nyomott a reaktorra. És azt mondod, hogy béna. Nekem gyanús. Én azt tudom mondani amúgy, hogy Corinna nagyon sokáig együtt voltam, és nem ölt meg. Viszont Bandera egyszer... Zénál, Komznál, így a semmi közepén állt és nézett. Igen. Néztem nekem a mapot. Nekem nagyon gyanús volt. Az a mi a baj, hogy te nézi, csak szereti nézni. Hát ne nézzél, mennyit csináljad. De az is úgy, hogy Kodiakkal is voltam együtt, de igen, és nem ölt. Kicsit fordítva volt a szitu, most ő üldözött engem. Nekem Kodi gyanús, mert ezzel eltusolt, hogy hull a helyzetet. Nem, én hívtam fel a figyelmetre, hogy egyáltalán meghal... Jézusom, bazd meg! Pedig én elszkippeltem. Ez nem. Több mint a fele. Nem esett ki a négye. Bazd meg. Ilyen, ezek a csapattársaim, értitek? A csapattársaim. Most már kedvem sincs megoldani nekik a büntényt. Az ember segíteni akar, és megölik, és itt van bolyoló, meg követ engem. Mennyi nem bolyoló, bazzek, kell? Segítsetek! Segítsetek! Bolyoló üldöz, bazz meg! Azt már most megint Sicario kurva messze volt, Banderas kurva messze volt. Biztos van megint egy hullánk, de ha megnyomom a gombot, akkor én leszek lebaszva. Itt a hulla, tessék. Ez az a hulla. Mindig beszarok, amikor bejön ez. Na jó. Amúgy most én is megkérdezem egy kicsit a képernyőtől, halom. Ismét Kodi. Igen. Kodi a hullagyáron. Tudom, hogy ez így most rosszul hangzik, de bazdmeg nem igaz, hogy csak én csinálok bármit ezen a rohadt hajón. Bajoló az miért szürke? Na halt. Mi, ő is nálam nincs kiikszelve? Szerintem csak bugos. Szerintem igen. Haltam. Haltál? Halt.
Bassz meg. Na jó, akkor szívesen, ez az egyik. A másik meg, hogy... megtaláltam Dark Comment, én hívtam fel a figyelmet arra, hogy Dunk egyáltalán már kicsinyálódott, közben Bolyolót is megölték, jelen pillanatban elég nagy bajban vagyunk, és Sicario rohadt gyanús, ugye lekapcsolták a villanyt, Sicario a másik irányból jött, Banderas a másik irányból jött, én egy ideig Bolyoló elől menekültem, mert féltem tőle, hogy de meg fog ölni. A hullát? Azt már még el sem mondtad. Nem talált hullát. De, találtam hullát. Most a jobb oldali részen teljesen a legjobb szélső izében volt Dark Commandnek a hullája. Dunknak a hullája még mindig nincs meg. Bolyoló szerintem hol utoljára látta. Hát nem is lesz, mert ja, ilyenkor már nem is lesz meg. Miki? Miki? Én kontival bandáztam. Ajaj. Ja, én a kamerákon ültem, azt láttátok ti is. Na mindegy, ami fix, hogy Sicario abból az irányból jött, ahol megtaláltam Dark Comment. De most nem hullanak reportolva, igaz? Vagy de! Igen. Banderas? Azt hittem emergency van. Bocsánat, azt hittem emergency lett a save. Az előzőt is én hívtam össze, valószínűleg cooldownon lenne az, hogy nem tudom mennyi, hányszor lehet visszahívni. Nem csak egyet lehet? Lehet, hogy összesen egyet lehet, ja, akkor, ja. Egyet lehet, és hullát találna. Jó, szóval én azt mondom, hogy azonnali hatállyal szabaduljunk meg Sicariótól. Ja! Jézusom, milyen agresszívan. Nem az a baj, én hogy tényleg szavaztam. Valahol igaz a van konkrétan Kodinak, mert elkezdtünk rá, hogy... Kodi az hullagyára. Hogyha én meghalok, akkor... hol van az agyatok tényleg, gyerekek? Konti, neked is! Konti! Akkor Konti lesz a társa. Esküszöm. Konti lesz a társa. Mikrofon muted. Korin, te mit mondasz? Már késő. Basszák meg. Meg fogunk halni mind. Érted? Konti bazd meg. Konti és Sicario között vagyok. Menj innen, Konti, te takarodj innen. Segítség. Követ. Sziki ments meg izé Kontitól. Na, most mi van? Sziki ment meg. Na most mi van, Konti? Na? A rohadék. Konti az. Konti az a büdös rohadék. Ne, Konti üldöz! Konti üldöz! Valaki mentsen meg! Dead body, bazd meg! Microphone activated. Jó. Azt hittem már megint, Kozi. Oké. Kurva életbe. Jézusom, az életemért futottam végig. Figyeljetek, elmondom, mi van. Sicariót felmentem a felelősség alól, ő mentette meg most az életemet. Konti végigüldözött és meg akart tölni. Jó, összerakta. Megvan. Nem mondasz semmit! Kidobd mindkettőt! Banderas a csatornából ugrott ki, és Konti be akar bártani, gyerekek. Mehet mindkettő egyszerre. Milyen csatornából jöttem ki? Mondom, mi van. Sicariót... Konti végigüldözött. Lementem a kafetériából lentre. Nem! És te végig jöttél mögöttem, ne hazudj, láttalak. Beálltam Sicario mellé, gondoltam, Jézusom, akkor ketten... Azt szavazzuk meg Sicario és Miki. Nem, ott elkezd... Hadd mondjam már végig a... Azt szavazzuk meg, hogy melyiküket dobjuk ki előbb. Ki most kit akarsz kidobni? Szerintem Konti túlságos. Én hívtam össze a meetinget, öcskös! Az admin szobában volt a hulla. Nem, hogy... Ez nem demokrácia így. Azt vágod, jó, mondd végig. Beálltam Sicario mellé, és akkor már nem tudott követni, és nem tudott meggyilkolni. És Sicario védett meg, ezt tudom mondani. Rá én hallom a rettenés Kodi hangjában, és én hiszek neki. Tőlem? Egész végig menekültem. Tőlem? Igen. Jó, ezt várjátok, hogy én riportoltam egyébként a hullát, az admin szobában Korin volt. Aki meghalt. Ki halt meg? Korin? Ez valóban tény. Korin halt meg, én riportoltam, és Banderas volt a csatornába, ugrott ki. És valószínűleg Kodi be akar mártani, és ők már ketten szavaztak is egyébként. Kodi csak menekülni akar. Kodi meg Banderas már szavazott egyébként. Ez az utolsó, figyeljetek, ez az utolsó lehetőség. Én rátok bízom, Banderas már megöltet volna. Jó, akkor szavazzák Kodira. Engem nem érdekel, hogy Kodira vagy Banderasra szavaztok, mert mindkettőjük az, én összeraktam, ez 1000%. Ki szavaztok? Miki, ne! Léci, Miki, ne! Szabolok meg bármi, csak hidd el! Ez már nagyon kétségbe esett. Azt a kurva, bassz meg! Konti, nem? Konti lesz. Bassz meg! Ennyire! Hogyha tényleg akkor sajnálom, mert akkor most elvesztettük, de talán nem. Jézusom! Jaj, hát ez... Losz. Nagyon jó!
És én arra szeretnék egy kérdést feltenni, hogy miért fél szobányi a Rage Machine-nek? Mikrofon nyújt. A Sicario megmentette, érted? Hát Kodi! Úristen! A Banderas, a Sicario úgy nyomta, hogy a Sicario megölt, addig a Banderas körbe. Ne gyerekeket, hogy meghalom. Én azt nem értem, belül ordítottam, mert tudtam, hogy Banderas a gyilkos jön utánam. Hát ez hihetetlen, Kodiak. És a féle szobáról. Amikor Kodi és Konti kifakadt, én ott meghaltam. Hát ez kurva nagy jó, na. Akkor elnézést kell kérnem a csapattól, ez azt hiszem ez rajtam ment el. Lehet azt mondani. Konkrétan bejött Konti utánam az adminba, bazzek, és kattingattam, bazzek. Én kattingattam a kurva izé szellőzőre, hogy nem szól már bele, és rájöttem, hogy a jobb alsó sorokba kell kattingatni. Kontinak a kétségbe esett, izé, ne szólunk, bazzek, bármi. A Kodi, hogy bepújt a szellőzőbe. A Kodi, á nem, Sicario megmentett előled. Na cső! Lepek ki a hotot én. Szebb volt, Szuki. Valaki nincs benne? Bent vagyunk. Nem, benn vagyunk, 99. Ki a hot potéta? Kika. Dick. Jaj, hát sajnálom, félreértettem valamit. Ne haragudj, Konti, ezt félreolvastam a szituációt. Azt hiszem. Mégis hogy? De miért nem a taszkokat csinálod, és miért aljas módon engem követgetsz? Azt lehet tudni? Én bevállaltam az egész csapatért azt, hogy követlek téged, és rájövök arra, hogy kik azok. És rájöttem mind a kettőre, csak te elrontottad, ezért téged mondtalak. Igen. Na mert... Mi? Hát igen. Behívtam, megtaláltam Banderaszt, és kiderült volna, hogy ki a másik, ha hallgatsz rám. Nagyon jó. De meg akartál ölni! Azért, mert néztelek! Ez a pálya.
Micsoda? Na én... Az már három. Három? Én meg Donk 1000%-ig nem menem, mert mi ezt a Scanner összeadt megcsináltak a munkat, ezt meg impostorként nem lehet. Gotti? Akkor egyszerű, mert Donk látott engem megszkennelni, igen. Akkor három, akkor nem marad csak választás, Kodi, Miki, meg Bajoló. Bajoló jött utánam, de nem vagyok benne azokat a lábakat. Én Kontit meg tudtam volna venni, ha én lennék az. Nem biztos, mert CD-n van, három kill van, öcskös. Hullát találtunk, ugye? Igen, én nyomtam. Merre találtam? Kontival itt voltam fönt, középen. Hát az nem segít sokan. Középen, én azt bevallom, hogy kezdődő. Nem találkoztam senkivel egészen a végéig. Merre mentél? Kodira szavazok. Én bal lent voltam. Konti! Utána jobban felül. Én Kodi meg Mikét lökjük ki, aztán ha nem, akkor Bajoló. Nem lökhetünk ki, bazd meg, hogyha elrontjuk, akkor leves. Nem, még kettőt lehet. A jelentés előtt valamikor volt valaki jobb felül? Mikén kívül? Nem. Én kb. Végig bal alul voltam, és próbáltam kitalálni, hogy mi a fene történik. Ha elrontjuk, és két impostor marad, akkor megöli az egyikünket, a hármunk közös leves. Hát gyorsan hívunk még egy emelkenszét. Szerintem Korint láttam valamikor a közepén, amikor átmentem jobbra felül. De nem tudom, ki volt a másik. Valaki még volt. Jó, mert... Szerintem Kodi vagy Miki. Mert Kodi-re szabadon. Kodi csendben van, nyomjuk rá. Én itt voltam Kontival, fönt, jobb fölül. Jó, hát ez semmit nem tudom. Mindegy, én ezt... Én rá nem emlékszem. Én skippelek. De Kodi meg Miki az elég gyanús. Én Kodit kiragadtam, mert egyszer már elrontottam. De nekem még ki azért gyanús, mert skippelni akar. Jézusom, Dank. Mindegy, Kodi szerintem 75%. Nyomjátok Mikire. Bár Miki meg jött vissza. Ne rontj. Mikinek vagy szar a taktikája? Azért tényleg kapjátok be. Tényleg kapjátok. Konti, főleg te, mert te nem kedvelsz engem, azért szar... Hopsz, ő leesett. Hoppá. Leesett, Bane. Hoppá. Basz meg! Kodira. Jó. Gyorsak! 14-tek! Te! Ne, CD-n van neki. Nekik is CD-n van. Bajoló és Kodi az nyilván. Mi? Vagy Szikárió. Lehet, hogy múltolni kéne. Miért nem lehet nyomni? Mert kompszabotás van. Megcsinálom. Meghalok amúgy valószínűleg. Nyilván tudjuk, hogy ki az. Ficsáv. De baszd meg! Hallgatok már rám egyszer az életbe! High five! Nagyon jó volt. Sziki, örülök, hogy mikre terelted a gyanút. Ez nekem is gyanús volt. Szép neki, Kodi, de... Azt mondja, megölhettelek volna. Kovak vagyok. Igen, hallod? Én azért azt hittem az elején, hogy te vagy az. Amúgy tényleg megölhettelek volna, mert nem három a CD-n. Jó, de 3 hulla van.